Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Köszöntelek benneteket ezen a felvételen a vágyak mezeje. Mivel áll ez összefüggésben? A hold nagy hatással van az életünkre. Én úgy mondom mindig, hogy a nap az a kismutató ebben a kozmikus órában, és a hold az a nagy mutató, és kihat a napjainkra, befolyásolja az érzelmeinket. A hold a föld körül mozog. És itt van két fontos pont. Egyszer, amikor a hold közel áll a földhöz, és a másik pont, amikor a hold eléri azt a távolságot, ami a legmesszebb a földről tekintve. Ezeknél a pontoknál van egy hatás, befolyásolja a reményeinket, a vágyainkat, mondhatnám, ez a vágy mezeje. Úgy is nevezzük ezt a pontot, hogy fekete hold, de ez nincs összefüggésben a fekete mágiával, tehát ez nem rossz hatással van ránk, hanem az érzelmeinket befolyásolja, a vágyainkat. Tehát ezt a pontot úgy nevezzük, hogy fekete hold, vagy a holdnak az árnyéka, vagy a holdnak a testvére, így is nevezik. De ez a Lilith energia. Lilith istennő, akit mi a mitológiából ismerünk, és ez Ádám történetével áll összefüggésben, mielőtt Ádám még Évát megismerte. A történet a következő. Az isteni hatalmak kiválasztották Lilith istennőt, mint Ádámnak a nagy szerelmét, vagy a partnernőjét. Ők beleszerettek egymásba, tehát Ádám, az első férfi, és Lilith istennő. Amikor testi kapcsolatra került a sor, akkor Lilith volt alul, Ádám fölül, ennek természetesen szimbolikus jelentése van, amikor Lilith nem engedte meg, hogy Ádám közeledjen hozzá, mert ő azt mondta, hogy ő egy istennő, és nem hagyja azt, hogy alul maradjon, és Ádám fölötte legyen, hanem ő, mint istennő, uralkodik Ádám felett. Aztán így volt egy kis vita kettőjük között, és Lilith istennő megsértődött, visszament az isteni hatalmakhoz, és ott hagyta Ádámot. Ádám később megismerkedett Évával. De ez a szerelem megmaradt. Ez a vágy, ez mindig ott volt, de úgy tűnt, hogy ez elérhetetlen. Természetesen Lilith vissza tudott volna jönni Ádámhoz, de a büszkesége nem hagyta. És gyakran vannak ilyen érzések az életünkből, amikor vágyakozunk valami után, és úgy gondoljuk, ez minden olyan elérhetetlen. Vagy büszkék vagyunk, és inkább elfordulunk, mert a büszkeségünk nem hagyja, hogy kibéküljünk. Ez nem csak a szerelmi élet területén hat, hanem gyakran, ami a munkahelyet illeti, vágyunk valamire, a hivatásunkat szeretnénk élni, de úgy gondoljuk, hogy ezt úgysem érjük el, mert már idősek vagyunk, vagy nincs képzésünk hozzá, vagy keveset keresünk ezzel az állással. Tehát mindig van valami, ahogy mi így elmagyarázzuk, hogy miért nem lehet. És ezeket az érzéseket ez a hold mozgás aktiválja nálunk. Amikor a hold közel van a földhöz, akkor azt tudjuk realizálni. Akkor úgy érezzük, hogy ez megvalósítható. Viszont, ha a hold messze van a földtől, mint a mai napon, tehát július 12-én eléri azt a távolságot,
ami legmesszebb van a Földtől, aktiválja nálunk ezeket az érzéseket, amikor vágyunk valami vagy valaki után, de úgy érezzük, hogy ez olyan elérhetetlen. Természetesen ez az érzés nem csak titeket érint, hanem azt a hölgyet vagy azt a férfit, aki után vágyakoztok. Nála is vannak ilyen érzések, és ilyen pillanatokban hajlamosak vagyunk arra, hogy elrohanjunk az érzések elől, vagy visszahúzódjunk. Előfordulhat az is, hogy mi bízunk ebben a szerelemben, vagy bízunk abban, hogy a hivatásunkat éljük, ezt megvalósítsuk, és mások hatnak ránk, és mondanak olyanokat, hogy ne álmodozz olyan sokat, ebből úgy sem lesz semmi. És ez a mai nap így Lilit hatása alatt áll, így tudtam elmagyarázni. Ezen a képen, amit ti itt láttok, ez a napi horoszkóp, abban a pillanatban, amikor a Hold eléri ezt a pontot, tehát július 12-én este 8 órakor az indiai számítás szerint. Az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, tehát ne csodálkozzatok el azon, ha én mondom, hol van a nap, meg a hold, meg a bolygók, az más, mint a mi asztrológiánknál, viszont ez az indiai számítás, az ugyanaz, ahogy az asztronómusok is kiszámítják a horoszkópot, ezért választottam én ezt a területet. Tehát ebben a pillanatban, amikor a hold eléri ezt a pontot, a nyilas jegye megy fel a keleti határon. Ez olyan, mint az aszcendent, vagy az első életház, tehát mutatja a témát, azt, amire oda kell, hogy figyeljünk. A nyilas jegye utal a célokra. A nyilasnál előfordulhat úgy gondolni, hogy van valami jobb is az életben, tehát ő keresi azt a jobbat, viszont a nyilas jegye mutatja az irányt. És ez a központ a mi galaxiánknak a központja, a tejútnak a központja. Spirituálisan ez a központ mutatja a mi vágyainkat és reményeinket, tehát a hasonló, mint ez a Lilit energia. És akkor, ha ezzel tisztában vagyunk, akkor vannak céljaink. Jupiter bolygó mutatja azt, hogy vannak lehetőségek. Most Jupiter bolygó visszatekint, ez gyakran a múlttal áll összeköttetésben, ugyanúgy, mint ez a lefele mozgó holcsomó kétú, ez mutat kármikus témákat, a múltat. Plutó bolygónak több jelentése is van, ez mutatja a szexuális dolgokat, azon felül is uralkodik, azon kívül Plutó bolygó mutatja belső erőnket, amiben bíznunk kell. Itt a mi földünk, az a mi bolygónkra vonatkozik, tehát ez is nagyon fontos, mert itt élünk, és óvjuk, szeressük a földet, a mi bolygónkat, és itt, ezen a helyen, itt valami megvalósul, mutatja itt ez a kép is. Tehát fontos egy irány, a belső erő, a bizalom, itt vannak most a lehetőségek, hogy abba az irányba mozogjunk, vagy tekintsünk, amit mi el szeretnénk élni, ami összefügg a mi álmainkkal, a mi vágyainkkal. Szemben van a hetes életház, itt az ikrek jegyében, ez olyan, mint egy tükör. És bele kell, hogy nézzünk ebbe a tükörbe. A hetes életház a párkapcsolatra mutat. A nap azt jelenti, nézzünk oda, figyeljünk oda a párkapcsolatra. Merkur bolygó jelenti azt is, hogy itt lesz beszélgetés, vagy fontos az, hogy beszélgetések legyenek. Merkur bolygó viszont ezen a napon, tehát július 12-én
megáll. És holnaptól előre fog mozogni. Ez a megállás azt jelenti, hogy nincs beszéd. Minden úgy megáll. De nem baj, mert ez arra jó, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit mondjunk, vagy ne mondjunk gyakran. Ez jobb is, hogyha nem közlünk valamit, mert előfordulhat, hogy ez félreértésekhez vezethet. Tehát itt fontos az, hogy most hallgassunk és várjunk, mert a következő napokban lesz kommunikáció, de ne a mai napon legyen. Itt ez a felfele mozgó holdcsomó mutat egy kármikus utat, vagy egy kármikus kiutat, a lehetőségeket, amik mi átélünk a párkapcsolat területén. Melyik életházban történik valami? Itt a kettes életházban értékekről, vagyoni dolgokról van szó. Az lehet egy belső érték is. Athéna, Pallas Athéna, ez egy kis bolygó. Vannak ezek a kis bolygók, Mars bolygó és Jupiter bolygó között. Valószínűleg volt ez egy bolygó, egy nagyobb, ami úgy szétesett darabokra, és ezért vannak itt ezek a kis bolygók. Mindegyiknek van valami jelentősége. Itt a második életházban található Athéna, Pallas Athéna. Ő ismeri a harcokat, viszont Athéna nem harcol, hanem tudja, hogy az ellenfél mit fog tenni. Ismeri, kiismeri magát. Hogy mi itt elgondolkozzunk azon, hogy milyen lépéseket tesznek mások, stratégis, és ez az anyagiakat illeti. A hármas életház az az élet iskolája, de lehet képzés is. Neptun bolygó hatása alatt minden olyan átláthatatlan jelen pillanatban, tehát kihat jól a művészi területekre. Tehát az lehet egy irány, ahol Neptun bolygótól segítséget kapunk. Itt van Demeter is, ez a mi földünket, de nem a bolygónkat, hanem az életet itt a földön jelenti, a növényeket, az állatvilágot, bennünket, embereket is, tehát az élet a földön. És ő olyan, mint egy ilyen égi anya, és kihat a mi földünkre. A negyedik életház, ez a mélypont a horoszkópban, de az adja nekünk a bázist. És erre a bázisra tudunk valamit alapítani. De nem csak ezt jelenti, hanem az otthonunkat és az őseinket. Itt van Mars bolygó és a Hold. Mars bolygó adja nekünk az erőt, hogy itt valamit megalapítsunk. De az is lehet, hogy vannak viták a lakással vagy a házzal kapcsolatban, és itt kell, hogy az erőnket mutassuk. A Hold jelent változásokat is, itt egy költözködésről lehetne szó, vagy valamit alapítani. Viszont a Hold most Lilith energia területen van, ezek a vágyak, az lehet egy férfi, de lehet a lakás is, vagy egy ház, vagy valamit, amit mi alapítani szeretnénk, ezek a vágyak. Viszont ma, így a Lilith hatása miatt úgy tűnik, hogy ez elérhetetlen. Az ötös életházban vannak a gyermekek és a gyermekkori emlékek, de mi sokat tudunk a gyermekektől tanulni, mégpedig játszadozni. És ez a könnyűség, ami szintén itt található, ezen az élet területen. Itt van Uránusz bolygó a kos jegyében, az indiai számítás szerint, az lehet egy új kezdet, és Uránusz bolygó mutat változásokat. És ez a kis bolygó, Szaturnusz bolygó és Uránusz bolygó között, Chiron,
mutatja azt, ahol fáj. Vagy testi fájdalmak, vagy lelki fájdalmak. Az is lehet, hogy mindkettő, mintha ő ezt át is élte. És itt kell a gyógyulás. A hatos életházban ide tartozik a munka és az egészségügyi állapot, tehát betegségek is, vagy téma egészség. Itt található Vénusz bolygó. Az előfordulhat, hogy valaki most elmegy egy nőgyógyászhoz, például. De ha munkáról van szó, akkor Vénusz hoz szerencsét is, de azt is, hogy a munka azon kreatív, ilyen szép dolgokkal lehet itt foglalkozni. A hetes életházat már említettem. Itt a nyolcas életházban a rák jegyében van Hestia, vagy Vesta istennő, az egyik a római név, a másik a görög név. Ő a tűznek az istennője, és mutatja ezt a belső lángolást, a tűz melegségét, vagy a lelkesedést. A 11-es életházban vannak a vágyak, az álmok, de a barátságok is. Itt a mérleg jegyében található Héra, vagy Juno istennő. Héra az a görög mitológiából van, Juno az a rómaiaktól származik, de ez ugyanaz az istennő. A június hónap az ő nevétől származik. Juno, vagy Héra, az Zeusnak a felesége, és a családnak az istennője, a feleségeknek, vagy a családnak az istennője. A mai nap, ezután a Lilith energia után, úgy éjszaka után, pontosan akkor lesz egy félhold. Félhold az mutatja a belső feszültségeket, mert valami hiányzik. A mai napon a föld eleme, a biztonság érzete, ami sokaknál hiányzik. És ez volt ez a felvételem, a vágyaknak a területe, Lilith energia. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!